Judy, a Grove Holuse énekesnője 20 éve szenvedett súlyos autóbalesetet, azóta második könyve jelent meg a tragédiáról, emellett családanyaként lelkesen készül a karácsonyra. Judy kislánya, Maha a két ünnep között született, így az egész hónap az ajándékozásról szól. Az énekesnő korábban közömbösen tekintett az ünnepekre, ma már azonban lelkesen készülődik, az az igazság, ha felnő az ember, a karácsony afféle szükséges rosszként van jelen az életében. Hét éve viszont egy apró csoda, Maha visszahozta az igazi szeretet ünnepét az életünkbe, meséli az énekesnő a sztárnak. Majd azt is hozzátette, hogy a kislányát több napig látogatja az angyalka meglepetés ajándékai, amiket az adventi zsebek rejtenek, motiváló hatással vannak Maisira, jobb iskolai teljesítményre törekszik, és sokkal lelkesebb a mindennapokban is. Tette hozzá. Emellett Maha születésnapja 29-én van, így az egész hónap abszolút az ajándékokról szól számára. Judy emellett idén ünnepli újjászületésének 20. évfordulóját, ugyanis akkor történt a sorsfordító baleset, ennek alkalmából jelent meg második könyve is. Két-három hónappal ezelőtt váratlanul összefutottam azzal a mentőssel és tűzoltóval, aki megmentette az életem. Csukva volt a szemem, félholtan szedtek ki a kocsiból, és kőkeményen küzdöttem azért, hogy visszakapjam önmagam, meséli az énekesnő, aki nem számított rá, hogy milyen hosszú folyamat lesz feldolgozni a történteket. A balesettel majdnem véget ért az életem. De azt kell mondanom, én megéltem azt, amiről sokan csak beszélnek, van élet a halál után. A kórházban fekve nem tudtam reagálni a hallottakra, de a szüleimnek elmondták, inkább a koporsómra gyűjtsenek, mintsem plásztikai sebészre, mert nagyon kevés esélyem van a túlélésre. Ez a mondat pedig akkora küzdeni akarást generált az énekesnőben, hogy bebizonyította, igenis talpra lehet állni.